Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy viszonylag egyszerű, de hasznos feladatot fogunk véghez vinni. Ez jelen megoldással, ezzel a programmal természetesen az Arch Linux alatt lehet elvégezni. Gyakorlatilag máshol is, más programmal, más módszerrel ugyanezt meg tudjátok oldani. De hát mivel én Arch-ot használok, azon tudom bemutatni. A downgrade, azaz a visszaminősítünk egy csomagot, egy csomag visszaminősítése azt jelenti, hogy egy régebbi verziót fogunk beiktatni a rendszerünkbe, az újat, ami fent van, azt eltávolítjuk, és egy régebbi verziót fogunk használni. Miért? Mert az új nem működik. Ennyi. Nem tetszik. Azaz valami olyan probléma van, amit nem tudunk áthidalni, és a régebbi még működött, jó volt. Azt is hozzá kell tennem, hogy ez 99%-ban működni fog, de a rendszer egészét érintő programoknál nem feltétlenül fogod te ezzel tudni megoldani a problémákat. Előfordulhat, hogy amit te leszeretnél minősíteni, visszaminősíteni inkább így pontosabb, az olyan függőségeket hozna, vinne, várna el, tehát ilyen függőségi problémái lehetnek, amit alapból nem fog tudni a rendszeret kielégíteni, tehát lehetnek problémák a rendszer szintű dolgokkal. Nyilvánvalóan egy rendszer szintű hiba, ami a frissítés után előfordul, az nem ilyen egyszerűen megoldható. Persze sok minden megoldható, rendszerprogramok is megoldhatóak ezzel, de nem 101%, hogy mindig és mindenhol működni fog. Azaz, gyakorlatilag én azt mondom, hogy a felhasználói programoknál egy visszaminősítés, 1-2-3 lépcsős visszaminősítés még nagyon szépen és hatékonyan megoldható, de rendszerhez nem nyúkálnék ebben a downgrade programmal, hanem megvárnám, amíg javítják a hibát, és utána már szépen működne a rendszerem. Azaz óvatosan bánjunk vele, úgyis látjátok, sudo jog kell ehhez, emelt jog kell hozzá, és ez mutatja, hogy a rendszer szintű piszkálódás, ide-oda tologatás, tevékenységet át kell gondolni. Na, nézzük is meg, hogyan működik. Én a kedvenc KDE Live-omon fogom bemutatni, ezen kipróbáltam, fixen működik a dolog, azaz beütjük, hogy KDN Live, és megnézzük a verziószámot, sugo névjegy KDN Live, lekérdezhettem volna a terminálból, de biztos, ami biztos, sok ember a grafikus felületben jobban hisz, így a saját szemével látni fogja, hogy bizony a 21.12.01-es verzió van. Természetesen, amit downgrade-elni akarunk, azt a programot nem futtatjuk menet közben, mert ott balhék lehetnek, ütközések, nem tudjuk a frissítést, visszaminősítést rendesen megcsinálni, nem szokott gond lenni, de nyilván, ami fut, azt nem frissítjük, abból gondok lehetnek. Az első gondolat, törlünk egy táblát, Ctrl-L-lel eltüntetjük, és beírjuk, hogy paru, kötőjel S, nagy S, és downgrade, tehát ezt a programocskát telepíteni kell. Nyilván nekem fent van, és észre is veszi a rendszer, azaz leenterezem, és látja, hogy bizony fent van, a legfrissebb van fent, nincs telepítési feladat, újra szeretné telepíteni, igen, telepítsük újra. Én azért indítottam el az újra telepítést, hogy lássuk, hogy 0,05 megabajtos akármi. Pár sor nem egy nagy dolog, azaz, hogyha telepítesz egy Arch rendszert, ezt is érdemes hozzávenni a rendszerhez mindenképp hozzátartozó dolgokhoz, és automatikusan feltelepíteni, és utána már csak használni kell. Ha egy évben egyszer-kétszer kell, akkor is jó, ha fent van, meg nem nagy helyet foglal el. Lefuttattam a telepítést, letelepítette első osztályú, utána sudo downgrade, és megadjuk, hogy KDNLive. A nevét kell megadni, nem verziószámokat kell megadni, nem úgy működik, hogy megadod, hogy milyen verzióra menjen vissza, hanem először is megnézzük, hogy milyen verziók léteznek. Enter, és leentereztük. Lehet látni, hogy 71 néhány csomag van. Visszalapozunk az elejére, 18.12.01, illetve hát itt pont 1-es jelzéssel lévő 2018
8 évvégén kiadott verzióig vissza tudnánk lépkedni, nem akarunk odáig visszalépkedni. Előfordulhat a nagyon régi csomagoknál az, hogy a függőségekbe belekavarodik, illetve nem belekavarodik, csak elmondja nekünk, hogy bocs, de ilyen függőségek nincsenek, nem tudja kielégíteni. Azaz ez a rendszer jól működik, de vannak olyan problémák, vagy lehetnek olyan problémák, hogy például nagyon-nagyon régi programhoz már a függőségek verziószáma egyébe már nem fog stimmelni, nem is kell olyan nagyon-nagyon régihez visszalépni, előfordulhat, hogy 5-6-7 visszaléptetésnél már a rendszerbe sokkal újabb verziószámú függőségek vannak, és ilyenkor szól a rendszer, hogy ő bizony ezt nem tudja kielégíteni. Azt is lehet látni, hogy a számát kell megadni, nem a verziószámát, hanem az előtte lévő kis számocskát. Azt is lehet látni, hogy bizony vannak olyanok, amihez az van írva, hogy remote, tehát távoli szerveren van, és van, amelyik a Chase-be már le van töltve. Párat kipróbáltam, hogy működik-e, el fog indulni, és nincs vele függőségi probléma. A 51-esnél, 52-esnél, valahogy ott az 50-esnél elkezdtem telepíteni, rögtön kiírta, hogy ehhez a verzióhoz már a függőségek abszolút nem jók, valami függőségi problémája volt. Tehát ilyesmi elő szokott fordulni. Én azt mondom, nekem a 21.12.01-es nem működött, akkor tegyük föl a 21.11.80-ast, hogy a letöltést is megnézzük, az előtte lévő szám a 70-es, azaz beütjük, hogy 70, és leenterezzük. Elkezd dolgozni, letölti a programot, megnézi, hogy mi hogyan van, a teljes frissítési méret ennyi, a tiszta frissítési méret ennyi, azaz a régebbi nagyobb, mint az új, és kírja nekünk, hogy a régebbi verzióhoz fogunk visszalépni a KDN Live tekintetébe, őróla oda. Kiér mindent, megkérdezi, hogy kezdődhet a telepítés, egy I betűt fogunk ütni, hogy igen, vagy az Enter-t leüthetjük, hiszen az I betű a nagy, és ezzel jelzi, hogy azt fogja az Enterre megcsinálni, és szépen le is fut. Igen, oké, lefutott, minden oké, de kiírja nekünk, hogy a KDN Live-ot szeretnéd az ignorált csomagok közé betenni, vagy nem. Most tesztként én be fogom tenni az Y leütésére, most az Y-t le kell ütnöm, nem elég az Enter, mert az N betű a nagy, az Enter az N, a nem akarom, felkiáltású dolog történne meg. Leütöttem az Y-t, Enter-eztem, nem történt látszólag semmi, elvégezte a munkáját. A következő gondolat, hogyha mégiscsak szeretném ezt frissíteni, mert most ignoráljuk a frissítést, mit lehet tenni? Van egy nagyon csúnya trükk, amit igazából nem szoktam ajánlgatni, de megoldható. Természetesen a letiltott frissítési programoknál a downgrade programot lehet használni, ugyanígy elindítjuk, és a legutolsó számot adjuk meg, itt a 74-75 volt nagyjából, és akkor azt a verzióra fogja változtatni a verziószámot, azaz feltelepíti, frissíti, visszafrissíteni a rendszert. Igen ám, de most jelen pillanatban úgy döntöttünk, hogy egy kicsit a KDN Live frissítést letiltjuk, mert az előbbi verzió nem működött. Működött, ez csak tesztelés, ez csak bemutatás. Tehát nehogy valaki azt mondja, hogy jaj, megint a KDN Live. Nem működik, de működött, csak hát igazából ővele szeretek variálni, mert Flatpak csomagba, meg Amp Image csomagba fönt van, tehát nagy balhét nem tudok vele csinálni, hogyha nagyon eltolom. Azaz, mit kell csinálni, hogy visszacsináljuk azt a tiltást, amit az előbb megtettünk, hiszen azt mondtuk, hogy ignorálja a KDN Live-nak a frissítését. Nagyon egyszerű a dolog, meg is mutatom. Elindítod a kedvenc fájkezelődet, fájböngésződet, akármit. Én általában nem ezt használom, a Ranger-t használom, de az terminálos program, és sok embernek idegen lehet, ezért úgy döntöttem, hogy grafikus felületen fogom megmutatni. Bemegyünk a főkönyvtárba, nem a saját, hanem a főkönyvtárunkba, az ETC elnevezésű könyvtárba, és utána lelapozunk, vagy megkeresgéljük a Pacman konfot, valahol a P betűnél meg fogjuk találni, nem egy nagy dolog, beüthettem volna a keresőbe is, de nem Paru Pacman konf. És itt van Pacman konf. Pacman, és nem a Pamac konf,
pacmankonf, és rájöttünk, megnyílik a kedvenc szövegszerkesztőnk, amit beállítottál, szintén úgy állítottam be, hogy ez mindenkinek ismerős legyen, a subtextet használom grafikus felületen ezeknek a manipulálására, és megkeressük azt, hogy hol van itten az ignorált cuccok. Hát nyilván az ignorált cuccok az ignorált cuccok között lesznek. Itt van. Ignore PKG. Ugyanaz a szöveg, amit a terminálba kírt, és oda beírták, hogy KDN Live automatikusan be van írva. Te is megadhatod itt kézzel, begépeléssel azokat a csomagokat, amit nem szeretnél frissíteni valami oknál fogva, mert teszem azt nem szeretnéd, mert tudod, hogy azok a frissítések nem jók, tiltani, gyakorlatilag az ignore PKG sorba beírogatod azokat, amiket nem szeretnél, tudsz mást is letiltogatni, tehát egy csoportot is le tudsz tiltani, tehát mondjuk az E3 VM csoporthoz, vagy egyébhez tartozó összes programot egybe letilthatod, de ilyet nem nagyon tennék, meg arra is figyeljetek, hogy azért lehetőleg rendszerprogramokat, rendszerfájlokat, tartalmazó csomagokat ne nagyon tiltsatok le, mert előfordulhat, hogy nem frissülnek fel, mert letiltottad, és más programok meg a frissebb verziójú dolgokat szeretnék abból a csomagból, tehát lehet itt kavarni, észre kell csinálni, nyilvánvalóan aki Arch-ot használ, annak ez nem jelent nagy gondot, azaz azt mondjuk neki, hogy bocsi, én már őt nem szeretném tiltani, hát vagy kitörlöd, hogy KDN Live, vagy elé teszel egy hashtaget, azaz kikommenteled, utána jön a Ctrl-S, mentés, bekéri a jelszót. Beírtam a jelszót, látható, hogy ez nem tesztverziójú, valami virtuális gépen futó dolog, hosszabb jelszót használtam, úgyis tudjátok, hogy általában teszthez 3 darab A, 2 darab A betűt használok, és akkor gyorsan tudok vele dolgozni, de ez élő rendszer, azon mutatom be. Oké, gyakorlatilag mi történt? Semmi egyéb nem történt. Lementettük, ezt becsukjuk, és megnézzük, hogy valóban visszagyömöszöltük-e a régebbi verzióra a KDN Live-unkat. KDN Live, és meghívjuk a KDN Live-ot, remélem el is indul. Nagy változás nincs, hiszen nem léptettünk vissza a 18-19-es verziókhoz, és megnézzük a sugónál, ugyanott KDN Live 21-11-8-as. Oké, most megnézzük azt, hogy elhiggyétek nekem, hogy az előbb letiltott frissítés az működik, tehát visszacsináltuk a letiltást, felfrissítem a rendszert a paru parancsal, parut használok, legyen azzal felfrissítve, használhatnék más, használhatnék bármit, parancsot kiadtam, bekerül a jelszót, lejárt a sudo jogom ennyi idő alatt, és utána szépen lefut, és észreveszi, hogy a KDN Live az igencsak öreg, 21-11-80 kötőjel 1-es, és van egy frissebb, és akkor le tudom frissíteni. Ennyi, le fog frissülni. Most higgyétek el nekem, hogy a legfrissebb van fent, hiszen láttátok a frissítést. Megköszönöm, hogy meghallgattatok. Még egyszer elmondom. Nagyon rendszer dolgokat lehet, de gondoljátok át Devgrade ügybe, mert nem feltétlenül az én feladatom Devgrade-elni egy csomagot, egy rendszercsomagot, ha nem úgy működik, ahogy kell, inkább érdemes megvárni sok esetben, hogy javítsák, mert egy függőségi problémába beleütközhetsz. Nem fogsz 99,9%-ba, egyrészt nagyon kevés hiba van az Arch rendszerrel, másrészt pedig igazából egy lépéssel való, egy alverzióval, vagy egy verzióval visszaléptetés nem szokott nagy gondot okozni, de azért a rendszerben nem nagyon kéne ezzel turkálni, inkább a felhasználói programoknál nagyon kényelmes. A másik gondolat az, hogy mindig el kell dönteni, hogy azt most a következő frissítés indításáig szeretném a régi verzióval használni, akkor nem kell letiltani a program frissítését, tehát nem kell ignorálni azt a csomagot a frissítésből, vagy pedig hosszabb ideig. Ez az adott szituáció szerint eldöntendő. Én a KDN Live-ot egy idővel letiltottam, mert ahogy jöttek a frissítések, úgy lettek egyre szutykabbak a verziók, több problémát hozott a frissítés, mint előnyt, de az utóbbi időben nincs ilyen probléma, tehát megoldhatod azt, hogy a következő elindítom a frissítést,
és frissül a rendszer, és ahogy előbb láttátok, felfrissül a új verzióra. Verziót szeretnéd, vagy pedig odáig szeretnéd letiltani, és azt a verziót használni, amit te beállítottál, amíg te kézzel, szövegszerkesztővel ki nem veszed a tiltott listából, a tilalmi listából az adott programot. Köszi szépen, sziasztok!